Iskolanapot ünnepelt szerdán az Óbecsei Petőfi Sándor általános iskola. A 64 éves tanintézményben nemrég még attól tartottak, lakat kerül az iskolára, mivel az új községi iskolahálózat kialakításával megbízott munkacsoport javaslattervében az szerepelt, hogy szeptemberre be kell zárni a Petőfit. A fordulat a múlt héten következett be, amikor a községi tanács visszaküldte átdolgozásra a javaslatot. Nagyon úgy néz ki, hogy megmaradunk független iskolaként, és azt hiszem, hogy ezt meg kell ma ünnepelnünk nagyon. Az iskola létét veszélyeztető korábbi terv példátlan összefogást eredményezett. A Petőfi megmaradásáért sikra szálló petíciót több mint 9000-en írták alá. Köszönöm azt, hogy felkarolta mindenki, aki illetékesnek érzi magát ezt az iskola ügyet, és nagyon remélem, hogy az illetékesek úgy döntenek, hogy a szívükre hallgatva megtartják az iskolát. A Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben megtartott ünnepségen mindenki bizakodó volt. A munkacsoport pénteken tűzi napirendre új javaslatát, mely szerint óbecsekösségben egyetlen iskolát sem zárnak be. Abban bízom, hogy a szülők és ez a közösség, amely a Petőfi iskola mellett állt, gyerekekkel is meg fogja tölteni ezt az iskolát, élet lesz benne, a 80 ban magyar diákokat befogadó iskolát azért javasolták korábban bezárásra, mert jelenleg a minimumként meghatározott 480 helyet, csak 253 diákja van. Viszont ők a legkevesebbként kiszabott, 16 helyet 20 tagozaton tanulnak.